Üdvözlöm nézőinket! Már is kezdünk, előbb lássuk, melyek a fontosabb témáink ma. A kampányígéretek nem teljesültek az EMS tanácsosai szerint. Felkérték a polgármestert, fontolja meg a lemondását. Több oktatási egységbe is visszatérhetnek a tanulók hétfőtől. Van még, ahol online folytatódik az oktatás. A szeretett konyha részére gyűjtenek adományokat, előadást és szentmisét tartottak csütörtökön Szent Márton napján. Nincs megelégedve az Erdélyi Magyar Szövetség önkormányzati frakciója a város ügyeinek alakulásával az elmúlt egy év során. Úgy vélik, a kampányígéretek nem teljesültek, és felkérték a polgármestert, fontolja meg a lemondását. Az RMDS kampányfüzete alapján értékelte ki az elmúlt egy év teljesítményét a gyergyószentmiklósi ellenzék. Az öttagú EMS frakció úgy látja, ezekből semmi sem valósult meg. Nem sikerült felgyorsítani a munkálatokat, sőt a kivitelezési határidőket is meghosszabbították a régi vezetés által hátrahagyott 28 projekt nagy részében. A fűtés árának beígért csökkentése ellenére áremelés körvonalazódik, és az idei után jövőre újabb adóemelést is előterjesztett az Újváros vezetés. Nem látszik az eredménye szerintük annak sem, hogy helyi, megyei, országos szinten is kulcspozíciókat foglal el az RMDS. 365 nap telt el azóta, hogy hivatalosan is új beiktatott városvezetése van Gyergyószentmiklósnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a beígért felgyorsítások, a beígért hadüzenetek egyáltalán nem működnek. Nem érződik az a fajta hátszél esetleg, amit az RMDS tudna biztosítani, akár kormány szinten, akár ország szinten, vagy akár megyei szinten is. Úgy érezzük, hogy ezeknek a felelőtlen, ne adj Isten, hazugvállalásoknak mindannyian az elszenvedői vagyunk. A bőrünkön érezzük azt, hogy a dolgok nem működnek. Egyetlen egy olyan munkálatot sem tudunk megemlíteni, ami felgyorsult volna. Ezzel szemben folyamatos határidő módosításokkal állunk szembe, folyamatos csúszások vannak. Mi ezt a kis kampányfüzetet kértük úgymond számon, vagy ebből merítettük az évértékelőt, hogy mi volt egy évvel ezelőtt a kampányígéret, és a tálca másik felére tettük azt, hogy ebből mit kapott Gyergyószentmiklós. Mi úgy érezzük, hogy ezt a fajta álmokfutást még meg lehet állítani. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben egy felelős városvezető benyújtja a lemondását. Mi felkérjük polgármester urat, hogy ezen legyen szíves elgondolkodni. Hátráltatja az önkormányzati munkát az is, hogy nem kommunikál a polgármester nem csak az ellenzékkel, de úgy látják, saját tanácsosaival sem. A probléma legfőbb forrását a kommunikáció hiányában látjuk. Tehát azt látjuk, hogy a polgármester sem a saját frakciójával nem kommunikál kellőképpen, velünk meg egyes egyáltalán nem. Tehát számos javaslatunkat söpörték azért a szőnyeg alá, mert ugye az ellenzék frakciója javasolta. Ebben az ellenszélben elég nehéz dolgozni, vannak kisebb lépések, most gondolok itt a küszöbön jövő, vagy küszöbön lévő adó emelésekre nyújtottunk be módosító javaslatokat, reméljük, hogy a többségi frakció támogatását is elnyerjük. Tehát ellenszélbe dolgozunk, de szem előtt tartjuk mindig a városnak a fejlődését, próbáljuk segíteni konstruktívan a város vezetését, viszont a befogadó oldalról ez nem mindig történik meg. Az EMS tanácsosai rámutattak, a Városháza honlapján lapozható tanácsülés jegyzőkönyvekből is kiderül. Többször hangot adnak véleményüknek az üléseken, dolgoznak, ahogy helyzetük engedi. Az elmúlt napon 4844 új koronavírus fertőzést azonosítottak Romániában, mintegy 48 ezer teszt eredménye alapján. A stratégiai kommunikációs csoport 307 elhalálozást jelentett. Hargita megyében a legtöbb település fertőzöttségi mutatója csökkent, 55 új esetet regisztráltak a megyében. Elérte a 60%-os átoltottságot az elmúlt napokban néhány tanintézmény Gyergyószentmiklóson. Van azonban még néhány egység, ahol továbbra is online formában zajlik az oktatás.
Ezen a héten már nem az intézmények, hanem a különböző egységek szintjén számolták össze a tanügyi személyzet oltottságát. A Városháza összesítése szerint jelenléti oktatásra térhet át hétfőtől a Fogarasi Mihály Általános Iskola főépülete és a hozzá tartozó Csodavilág napközi otthon. A digitális térben folytatja viszont az iskola kicsi épülete, ahová elemi osztályok és napközisek is járnak. Áttérhet jelenléti oktatásra a Salamon Ernő gimnázium is hétfőtől kezdődően. Online módon folytatja a Vaskertes Általános Iskola, de a hozzátartozó Csillagszem napközibe bejárhatnak a gyerekek. A Kóskároly Általános Iskola tanulói jövő héten is otthonról tanulnak, akár csak a hozzátartozó Pittypank óvodába járók, kivéve a Virágnegyedi egységet, hiszen ott 100%-os a személyzet átoltottsága. Azokban az intézményekben, ahol ezen a héten is személyes jelenlét mellett zajlott az oktatás, ugyanúgy folytatják. Az Oktatási Minisztérium arra tett javaslatot, hogy azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi mutató nem haladja meg a 3000-eléket, a tanítás fizikai jelenléttel történjen, akkor is, ha a tanárok 60%-a nincs beoltva. Ezt azonban az Egészségügyi Minisztérium nem hagyta jóvá. Cseke Attila megbízott egészségügyi miniszter szerint továbbra is elővigyázatosnak kell lenni. A napi új fertőzések számának csökkenése még nem jelenti azt, hogy enyhült volna a járványhelyzet. Az áramszolgáltató értesítése szerint a Békény utcában és a 4-es transformátorháznál végzett javítási munkálatok miatt november 17-én jövő héten szerdán 9 és 14 óra között áramszünet várható a Békény, Fürdő, Halász, Meszes, Budai Nagyantal, Kisköz, Mezőgazdász, Rózsa, Külső, Vadász, Két Híd és Mihály Eminescu utcákban, valamint a Szabadság téren. Kérik az érintettek megértését. Jótékonysági előadást és szentmisét tartottak Szent Márton napján a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós templomban. A plébánia és a Szent Márton alapítvány által működtetett szeretetkonyha részére továbbra is adományozhatnak a hívek. Szent Márton napján csütörtökön jótékonysági előadásra és szentmisére került sor a Szent Miklós templomban. A plébánia és a Szent Márton alapítvány által működtetett szeretetkonyha részére lehetett adakozni. Püspöknek az emléknapját tudja az egyház, mivel a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániának van egy Szent Márton alapítványa, ezért ezt a napot ünnepként akarjuk megülni. Sajnos, hogy a járvány helyzetre való tekintettel az a szándékunk, hogy 5 órától egy közös kézes foglalkozás, ez nem jöhetett össze, hiszen nem szervezhetett összejöveteleket, meg a felvonulás, gyertyás-fátyás felvonulásnak is el kell maradni, de a lényeg a Mártonnak, Márton életének az elmélyítése, az ő cselekedetéből való tanulás, ezt szerettük volna megszervezni, és a vele a liturgiát, az eukarisztiát együtt ünnepelni ő a mennyben, mi pedig itt a Szent Miklós templomban. A szentmisét megelőzően egy kisebb diákcsoport előadása által a hívek bepillantást nyerhettek Szent Márton életébe. Édesatyám! Drága fiam, közel egy éve nem láttalak. Hogy megléptél? Hadd nézzelek meg közelebb. Úgy elmentél, már azt hittem, sosem fogsz hazajönni. Jaj, fiam, tudod, egyre nagyobb a gond a háborúba is, egyre nehezebb a határokat őrizni, egyre nagyobb a lázongás, amit folyton le kell lerni. Atyám, ne haragudj, hogy itt nem vitatkozom vele, de nem lenne eredményesebb a küzdelem, hogyha megértéssel és szeretettel fordulhatnátok az elégedett lelkedék irány. Jaj, Márton, te azt hiszed, hogy cukros falatokkal megszelídítheted az ellenséget? Képes lennél meghátrálni? Azt akarod, hogy gyávának nézzenek? Szeretet a gyengéknek van. Atyám, ne haragudj, hogy vitatkozom vele, de én úgy tanultam, hogy aki képes az életét adni barátaiért, az a legbátrabb ember. Az előadást követően ünnepi szentmisén vehettek részt a hívek, amit az alapítvány elnöke és Gyergyószentmiklós egykori főesperese celebrált. A hosszú évek óta működő szeretetkonyha egyébként számos embernek biztosítja a napi betevőt, mostanra egy újabb fejlődési korszakához érkezett. Korszerűsítésekre, fejlesztésekre van szükség, ezekre fordítják majd az összegyűlt adományokat. 1997-ben hozódott létre a szeretett konyha, a néhai főtisztelendő Hajdó István felesperes úr jóvoltából.
2010-ben történt egy általános feljavítás a konyhában. Most elérkeztünk egy harmadik fejlődési szakaszba, amikor főtisztelendő Dávid György plébános úr segítségével több mint 20 ezer euró értékben kaptunk konyhai eszközököt. Ezeknek a működtetéséhez szükséges a földgáznak a bevezetése, és a tegnap ennek volt egy jótékonysági eset, hogy innen szeretnénk az önök segítségével megsegíteni azt, hogy be tudjuk vezetni a földgázt. A felajánlásokat előre is köszönik, és a továbbiakban is hálásan fogadják ezeket. Az adományokat továbbra is a Szent Miklós Plébánia ügyfél szolgálatára lehet behozni. Hétfőtől péntekig minden nap 8-tól 4-ig, az Márton áron 9 szám alatt van, vagy esetleg a Szeretett Konyha székhelyén is, tehát ahol tulajdonképpen működik a konyha, az Márton áron 16 szám a Korona épületében. Továbbra is köszönjük azokat a segítségeket, amivel a Szeretett Konyha tud működni, mert ezt már elmondtam, és oly sokszor elmondom, és továbbra is el kell mondanom azt, hogy a konyha nem azért működik, mert én vagy a konyhán, akik dolgoznak, mi működtetjük, mi csak tesszük azt, amit tennünk kell, hanem ezt a konyhát a város lakói működtetik, tehát ezt is újtólag is most itt újból meg szeretném köszönni. Újra látható a Figuránál november 13-án a Shakespeare összes rövidítve című színdarab, az előadásra kizárólag QR kóddal ellátott oltásigazolással, vagy a fertőzésen való átesést igazoló dokumentummal rendelkező személyeket engednek be. A belépő ára 20 lej, egyetemistáknak, nyugdíjasoknak és csoportoknak 15 lej, iskolásoknak 5 lejbe kerül. Mégsem téríti meg bizonyos járulékos szolgáltatásokat a családorvosoknak az egészségbiztosító pénztár, bár azokat belefoglalták az új keretszerződésbe. A Családorvosi Szövetség szerint a kialakult helyzet nyomán vissza fogják mondani az ilyen vizsgálatokra kötött szerződéseket. Az Országos Egészségbiztosító Pénztár az augusztus 1-től hatályba lépett új keretszerződésbe belefoglalt olyan paraklinikai, orvosi műszerekkel történő vizsgálatokat, mint az ekográfia, az EKG, a légzés funkciós vizsgálat, azonban a pénztár utólag másként értelmezi a törvény szövegét. Így az orvosok által jóhiszeműen elvégzett szolgáltatásokról most kiderül, azokat nem téríti meg a biztosító, nyilatkozta híradónknak a Hargita megyei Családorvosok Szövetségének elnöke. Sorszabó Klára elmondta, a pénztár értelmezése alapján csak akkor fizette volna ki ezeket a szolgáltatásokat, ha azokra a rendelési programon kívüli szerződést kötöttek volna a családorvosok, holott a normákban és a keretszerződésben nem így szerepel, legalábbis nem így kellene értelmezni azt. Most azt mondják azoknak a családorvosoknak, akik megvásárolták az eszközöket és elvégezték a szolgáltatást, fizessék is ki azt. Például szívpanasszal a családorvosnál jelentkezik egy paciens, a családorvos megvizsgálja, és szükségesnek találja, hogy egy EKG-t is elvégezze. A biztosító pénztár értelmezésében, jaj nem, ez nem a rendelési programon belül, nem a klinikai vizsgálat alkalmával végezze el, hanem küldje el a beteget, és majd adjon a betegnek a rendelési programon kívüli időpontot, hogy akkor majd jöjjön vissza, hogy akkor az EKG-t is elvégezze. Ezen mentalitás alapján fölöslegesen kellene járatni a beteget járványidőben, aminek eredményeként az orvosok vissza fogják mondani a szerződéseket, mondta Sorszabó Klára. Hozzátette, nem ez az első alkalom, amikor a biztosító így viszonyul a családorvosokhoz, így nem csoda, hogy egyre többen mennek közülük külföldre. A hasonló fogások célja, hogy minél kevesebbet költsenek az állampolgárok egészségügyi ellátására, hangsúlyozta. A biztosító érvelése szerint az említett szolgáltatásokkal nem lehet megrövidíteni a betegek általános vizsgálatára szánt időt. A téma kapcsán szerettük volna megkérdezni a Hargita megyei egészségbiztosító pénztár vezetőjét is, de nem sikerült elérnünk. Nem mond le a Szociáldemokrata párt a 11%-os nyugdíjemelésről. Ezt a tegnapi kormányalakítási tárgyalások után jelentette be Máriusz Budai, PESZED és parlamenti képviselő. A PSZD a kormányzási szerepvállalását a minimálbér, a gyermekpénz, illetve a nyugdíjemeléshez köti, jelentette be korábban Márcsel Csolákú, az alakulat elnöke. A PSZD és a PNL-e tárgyaló delegációi ma a kormányprogramba foglalandó munkaügyi és szociális intézkedésekről egyeztettek. A találkozó után Máriusz Budai, PSZD-s parlamenti képviselő elmondta, a felek egyetértettek abban, hogy szükség van bér- és nyugdíjemelésre, a foglalkoztatás fellendítésére, valamint a szociális védelmi rendszer megerősítésére. A tárgyalás alkalmatos pontja továbbra is a nyugdíjemeléshez köthető. A PSZD ugyanis még idéntől követeli az időskori juttatás 11%-kal való növelését. Meg kell érteni azt, hogy ezeket az emeléseket nem azért akarja a PSZD, hogy valamit éppen akarjon.
Nézzük meg, mi történik, ha kimegyünk a piacra, vagy amikor megkapjuk a számlákat. Láthatjuk, milyen gondokkal kell szembenéznünk. Ez az emelés a vásárlóerőt hivatott védeni, semmiképpen nem erősíti azt. Először erre kell összpontosítani, majd ki kell dolgoznunk egy menetrendet annak érdekében is, hogy növeljük a vásárlóerőt. Most csak védjük azt. Hozzátette, a nyugdíjemelés alapját a megdrágult energia, valamint a 8% körüli infláció teszi szükségessé. Liaul Gucavasilescu Craiova szociáldemokrata polgármestere, aki egyébként korábban a munkaügyi tárcát is vezette, szükszavúan nyilatkozott a találkozó után. Úgy vélem, végül meg fogjuk találni a középutat a kormányprogram kapcsán, de ez semmiképp nem jelenti azt, hogy mi lemondunk erről a 11%-ról. A két nagyobbik párt pénzügyi szakemberei hamarosan ismét összeülnek, hogy azonosítsák azokat a forrásokat, amelyek lehetővé tennék a PSD által kért nyugdíjemelést. Forint Kücu Penele elnök viszont korábban azt nyilatkozta, alig ha van esély egy ilyen mértékű emelésre, sőt az állami költségvetés elfogadása előtt kizárt, hogy idéntől növeljék a nyugdíjakat. Most pedig nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. A kampányígéretek nem teljesültek az EMS tanácsosai szerint, felkérték a polgármestert, fontolja meg a lemondását. Több oktatási egységbe is visszatérhetnek a tanulók hétfőtől, van még, ahol online folytatódik az oktatás. A Szeretett Konyha részére gyűjtenek adományokat, előadást és szentmisét tartottak csütörtökön, Szent Márton napján. Fit percek után a történész konferencia újabb előadását láthatják. Köszönöm a Napszemlének szentelt figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.